Az ötszekszárdi nyertes pályázónak Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára és miniszter helyettese, továbbá Berlinger Attila szekszárd polgármestere megköszönte, hogy munkájukkal közösségeinket erősítik, a kultúránkat segítik megélni és azt átadni a jövő generációjának. Az egész programnak az az apropója, hogy szeretnénk mindenképpen megmenteni, támogatni népi kultúránkat, a népdalokat, a népművészetet, a néptáncot, mert azt gondoljuk, hogy a népi kultúra az az egyik legfontosabb része annak, hogy a nemzeti identitásunk megmaradjon. És azt gondoltuk, hogy ez egy olyan fontos ügy, hogy minden megyébe elmegyünk, és legalább a megyeszékhelyen nyertes pályázóknak átadjuk az oklevelet, ezzel is azt demonstrálva, hogy valóban fontos ügyet szolgálnak, és meg is köszönjük nekik azt, hogy pályáztak, és hogy megvalósítják azt, hogy a közösségeinket erősítik, és a kultúránkat segítik megélni, illetve átadni a népi kultúrát a jövő generációnak. Ez szerintem nagyon fontos. A Babits Mihály Kulturális Központban egy igen gazdag programkínálatot hozott a helybéli és környékbeli lakók számára. Most 18 órakor kerül sor az Országos Csóri Program kapcsán 5 kiváló kitüntetett számára egy olyan díjátadó ünnepségre, amely a magyar kultúra, a magyar hagyományőrzés terén évtizedek óta dolgozó vállalkozások, egyesületek, intézmények részére ad egy olyan fajta elismerést, amely azt gondolom abban erősíti őket, hogy ezt a munkát tényleg érdemes ilyen hittel és ilyen szakmai alázattal végezni. Gyakorlatilag a Csóri pályázatot mi majdnem minden alkalommal, tehát ahányszor kiírták, mindig igyekeztünk megpályázni, és többé-kevésbé sikeresen, nem mindegyik nyert, de most az utóbbi szériában, most már azt mondanám, két egymás utáni évben, most is 500 ezer forintot nyertünk, és ez a népdalkörünk, hogy van a maroknyi székely népdalkör, ez indított arra, hogy gyakorlatilag az ő munkájukat segítve tudjunk pályázni, és ezt így sikerült ebbe pályázatba is a művészeti vezetőnek a tiszteletdíja, a fellépésekre történő utaztatás, az nagyon fontos, mert hogyha kérik, most is voltunk Vaskuton, szerepeltek, és azért a buszköltségek, vagy a különjáratos buszok nem, tehát eléggé húzos költséggel járnak, és ezekre a tételekre szoktunk pályázatot írni, de Csóri pályázaton korábbi években tudtunk felöltözni viseletes ruháinkat, például a férfiakat Csóri pályázat bukovinai székely népviselettel tudtuk felöltöztetni, úgyhogy ilyen értelemben bármilyen eset van, hogy pályázni lehet, mi mindig próbálkoztunk. Itt elhangzott az ünnepségen, hogy 2017 óta van ez a Csóri Sándor alap, azóta mi a kiemelt együttesek közé tartozunk, tehát ezt jelzi az is, hogy mekkora összeggel támogatja a mi működésünket, és ez tényleg nagyon jelentős összeg, és nagyon elősegíti a működést, tehát a zenekarra, jelmezre és az oktatóink bérére tudjuk ezt fordítani, és azon kívül, hogy az együttes működését segíti, mi vagyunk azon szervezetek, akik megyei hatókörű munkát is végzünk, így évente 3 vagy 4 olyan rendezvényt szervezünk, amelybe bevonjuk az itt működő elsősorban hagyományőrző együtteseket, vagy a népi kézműveseket, vagy esetleg a dél-dunántúli jellegű rendezvényünk is van, például az idei évi, amit az idei évben nyertünk támogatást, abból egy régiós gyermeknéptánc fesztivált fogunk majd májusban szervezni. Tehát azt gondolom, hogy nem csak az együttes profitál ebből, hanem a megye, vagy még a régió is akár, és ezeket a rendezvényeket szinte minden alkalommal a Babits Mihály Művelődési Központban tartjuk, tehát tulajdonképpen még a Babits és a város is ugye ebből azért elég sokat tud profitálni, tehát tényleg elmondhatom, hogy a mi munkánkat nagyon-nagyon segíti a Csóri Sándor alap, úgyhogy köszönjük szépen, és ez tényleg egy nagyon méltó ünnepség volt, hogy személyesen is itt államtitkár úr átadta nekünk ezt az oklevelet.
2019 óta dolgozom a Gyűszű Birtokon, mint marketinges, és számtalan rendezvényen vagyunk már túl, mint borászati, mint kulturális vonalon, és idén most már ez a második nyertes pályázatunk. Az első az nyáron valósult meg az NKA támogatásával, az a Piktúra alkotótáborunk. Az ötszegszáli nyertes pályázó szervezet a Garai János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány, a Bartina Néptánc Egyesület, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, a Gyűszű Birtok Kft. És a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.